Az Entai Iroda megnyitása alkalmából szervezett ünnepségen Szávay István hangsúlyozta, az nem pártiroda, hanem képviselői fogadóiroda. Lehetőséget biztosítok magyar emberek számára, hogy képviselőként megkereshessenek, tájékoztathassanak azokról az ügyekről, problémákról, amelyek őket a mindennapjaiba érintik, illetve nagyon sokan közülük Magyarországon élnek, tanulnak, tehát magyarországi ügyekkel kapcsolatban is kérdéssel fordulhatnak hozzánk. Ennek az irodának az a feladata, hogy élő kapcsolatot tartson, hogy a mi munkánkat segítse, hogy az itt élő magyarok tudják is érezzék azt, hogy Magyarország velük van, tudják is érezzék azt, hogy Magyarországhoz bármikor és bármiben fordulhatnak. Szávay István saját elmondása szerint személyesen negyedévenként lesz jelen a fogadónapokon. Távollétében a Jobbik délvidéki szervezetének tagjai várják majd a polgárokat a képviselői fogadóirodában, amely csütörtökönként 17 és 19 óra között várja az érdeklődőket Zentán, a Dosita Jobradovics utca 2-es szám alatt.